Látni más sajtájuk kutya, mint az átidítőből ismert gyakorlatrész, amikor a kutyának ugye kell kerülnie a zakodályrészeket, úgyhogy végre majd átugolja a kisasztal, az játéknak ugye nem feladat, és látjuk boldogan szívesen hajtja végre Feri bácsi minden utasítását. Most a kis dublőrök, ugye az unokák élő akadályt alakítanak, és Jászmin vehemensen gyönyörű ugrásokkal mutatja be, hogy milyen rugalmas és ügyes magyar pászok fog előtt. Feri bácsi nem lantad, most egy kicsit nehezítve ez a gyakorlat rész. Az unokák, ugye a kis karikát megfogták, aztán már egy összetettet gyakorlatsot hagy végre Jászmin Feri bácsival. Szépen lábhoz veszünk, adja neki a vezérszótot, kagyog a hopp, és Jászmin gyönyörűen hajtotta végre ezt a gyakorlat részét. A kutyára, hanem ugye az unokákra is, a segítőre is maximálisan figyel. Mind attól függetlenül, hogy ez egy begyakorolt mozgásot irányba küldi a Jászmin, majd egy szóval visszajelzi magához, dicséri, majd a másik pár unokát is megkerültet irányba, tökéletes harmóniában Jászminnal. Köszönöm!
kell hozzám a dobósnak.
énekes és színvonalas magyar házdonkukán és magyar fajtán befutatókat bemutatójával szeretnénk volna kedveskedni. Előláthatjuk a kislákat, utána a magyar agarakat, majd az erdélyi bogót, majd Pisok Ferencet, Lászlinnal a kubasszal, a finokákkal, egy gyönyörű csodálatos kommutor, majd láthatjuk, hogy az az igazi, gyönyörű, szuper magyar fajtájú kiskutyákat Tini vezetésével, ahogy gyakorlatilag a kockerszikeseket bepazontoló módon. Nagyon szépen köszönjük a kedves lelkes közönségnek a sok kapcsolat, a kitartást, és mindenkinek ajánljuk, hogy vásárolják, és szeressék a magyar fajtájú kutyáinkat.